A paksi atomerőmű bővítés hatására egyre inkább megnő az érdeklődés Szekszárd iránt, miután az atomvárosban lassan már nincs iparilag hasznosítható terület, ez pedig arra sarkalja a városvezetést, hogy minél vonzóbb környezetet teremtsen a vállalkozásoknak az erre szánt ipari parkban, mondja Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Ez nekünk helyi örömbevételt jelent, munkahelyeket jelent, mindenféleképpen fontos. Most egy következő nagy lépés lesz az ipari parkban egy teljesen új csarnok építése és a meglévő téglaépületeknek a felújítása. Összesen 1,3 hektárnyi épület újul meg, abból 2400 négyzetméter lesz az új csarnok. Itt most ugye 5 baraképület van mellettünk, ezek elbontásra kerülnek, és egy teljesen új csarnokot építünk ki, és így egyfajta inkubátorházként szeretnénk majd felelni a helyi, vagy a környékbeli vállalkozásoknak, hogyha hasznosítsák. Reméljük ezzel azért a munkahelyeket megtartását, új munkahelyek teremtését jelentős mértékben fogjuk segíteni. A járványhelyzet ideje alatt tehát Szekszárdon nem csak a védekezéssel foglalkozott a polgármester és hivatala, hanem további fejlesztések előkészítésén is dolgoztak. Pandémia helyzet volt, ugye múltkor is elmondtam, hogy ettől függetlenül mi dolgoztunk, és szeretnénk a pályázatainkat megnyerni, és szeretnénk meg is valósítani. Ugye az elmúlt hetekben nyertünk egy közel 5 milliárdos útfejlesztési pályázatot, ami a Kesejűsi útnak, Mátyás Király utcának megnyitását tartalmazza, és jelentősen hozzájárul a munkaerő mobilitás segítéséhez. Most ennek a gondolatmenetek a mentén megyünk tovább, egy 2 milliárdos keretösszegben valósulna meg az ipari parki fejlesztés, amely a csarnokok felújításait, a új csarnok építése mellett még infrastruktúra fejlesztés is tartalmaz, hiszen nem mondtunk le arról, hogy a Dél-Dunántúlon a légimentő bázis például Szekszárdon kerüljön elhelyezésre, és ennek a helyszíne itt az ipari parkban lenne. Ehhez viszont ki kell váltanunk a légkábeleket, fogadóépületeket kell építeni, fogadó utakat kell építeni, úgyhogy a fejlesztéseket folyamatosan folytatjuk. Ezzel olyan környezetet szeretnénk teremteni, hogy ide egyre több vállalkozó jön és egyre több munkáját tudjunk teremteni. Reméljük, hogy a vészhelyzet lejártával majd az érdeklődés még tovább fog erősödni, és még többen jönnek Szekszárdra. Az érdeklődés megvan így is, mondja Ács Rezső, a felújítandó csarnokok például most is használatban vannak. Itt működő vállalkozások kapnak egy jobb ellátást, jobb fajta infrastruktúrát. Az új csarnok esetében viszont konkrétan megvolt, hogy kik szeretnék kibérelni a legalábbis érdeklődés szintjén. Azonban a válsághelyzet kicsit átírta, hogyha újra kell gomolni a kabátot és új betelepülőket keresni, vagy a régieket újra megkeresni és újra gombolni az ő fejlesztéseiket. Én azt gondolom, hogy a betelepülőkkel nem lesz gond, hiszen mondom, hogy 1,35 hektárból 2400 lesz az új, tehát egy hektárnyi csarnok jelenleg is használatban és üzemeltetésben van és bérletben van. Ebből egyébként magának az iparipar Kft.-nek folyamatosan bevétele származik, és ezzel támogatjuk a helyi vállalkozásokat és a helyi fejlesztéseket. Amikor például önerőre van szükség egy ilyen fejlesztéshez, akkor elsősorban az iparipar Kft. Az, aki biztosítja ehhez a hátteret és a forrásokat. A Szekszárdi Ipari Parkban további gazdasági területeket már nemigen lehet majd kialakítani, ezért új ipari parkra lesz szüksége a megyeszékhelynek. 49 hektárnyi területről beszélünk, ez gyakorlatilag teljes egészében vagy már használatban, vagy elkelt, vagy éppen pályázhatás alatt van. Elsősorban kisebb helyi vállalkozások vették eddig igénybe, de mondjuk azt, hogy megtelt. De pont erre gondolva mi a Népjük fel közösen a modern városok program keretében gondolkodtuk, hogy új park kialakításán ez meg is történt. A Tornalethely mellett a város határában, közel az autópályához ki lesz alakítva egy 100 hektáros ipari park, amelyből jelenleg 56 hektár körüli területnek a kialakítása történt meg, és akkor még 40-valány hektár hátra van. Úgyhogy a területek megvannak, a lehetőségek adottak, készülünk arra, hogy ez egy komoly dél-dunántúli potenciál fog majd Szekszárdon megjelenni, és itt fogja majd elképzelni a jövőjét. Már csak azért is számítanak erre Szekszárdon, mert a város elhelyezkedése kiváló, ha valaki innen akarja ellátni Európa délebbi területeit. Vissza szeretnék utalni az Auszotemre és a Murexire, mint első fecskékre, amikor betelepültek Szekszárdra. Azért választottak a várost, mert a jövőben innen szeretnék ellátni a Balkánt a termékeikkel. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a város logisztikailag is nagyon jó helyen van. Autópálya mellett, folyó mellett vasúti összeköttetés van. Alkalmasra tehető, vagy teszi a várost arra, hogy innen esetlegesen Európa délebbi részeit a későbbiekben majd a betelepülők ellássák saját termékeikkel és szolgáltatásaikkel. Erre készülünk egyébként.
A mostani fejlesztéshez az üzleti terv már elkészült, a csarnokok tervezése zajlik, a közvilágítás kiépítésének és a kábelek kiváltásának a közbeszerzési dokumentációja is nem sokára elkészülhet.